Folytatódik a vénasszonyok nyara térségünkben. Vidékünkön több felé fátyol felhők szűrhetik a napsütést, viszont néhol kisebb gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen. Emellett többnyire naposabb tájakkal találkozhatunk. A délkeleti-keleti szelet néhol élénk lökések is kísérhetik. Ugyanakkor csapadék sehol sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hétvégén 23-25 Celsius fok között alakul. Most pedig lássuk, milyen éjszaka elé nézünk. A legalacsonyabb hőmérséklet Vajdaságban az előző napokhoz hasonlóan 8 és 12 Celsius fok között alakul majd, Szabadkán és a fővárosban 11 fok, Zomborban, Zentán és Újvidéken pedig 12 fokra lehet számítani. A hajnali órákban felhős lehet az égbolt, azonban csapadék nem várható. Ami a holnapi napot illeti, szombaton többfelé indul párásan, ködösen a nap, majd napközben a napsütés sokfelé szűrhetik fátyolfelhők. A reggeli óráktól azonban fokozatosan melegszik majd az idő. Napközben Vajdaságban átlagosan 23-24 Celsius fokot mérhetünk, és a nap további részében is marad az enyhe, kellemes kiránduló idő. Nyugatbácskában és a tiszamenti településeken 24 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, Vajdaság egyes részein akár 25 Celsius fokos értékeket is mérhetünk. Ami a kicsit hosszabb távú előrejelzést illeti, az ország nagy részén az elkövetkező napokban több órára kisüt a nap, és csak néhol alakulhatnak kifutó záporok vagy zivatarok az időnként megnövekvő felhőzetből. Az élénk erős észak-északnyugati szélben 18-23 fokot mérhetünk. Hétfőn túlnyomóan napos, száraz idő várható, a legmagasabb hőmérséklet 19 és 21 fok között alakulhat. Kedden már többfelé zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan csapadék is előfordulhat majd vidékünkön. A régió időjárása jellemzően megegyezik majd a vidékünkön tapasztalhatóval. Szegeden és Belgrádban a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok, míg Budapesten 20-21 fok körül alakul szombaton a napi maximális érték. Többnyire napos, gyengén felhős időre van kilátás, eső azonban nem várható. Ahogyan a térképen is jól látszik, Nizsben napközben 22 fokot, míg Szarajevóban és Ljubljanában mindössze 18 Celsius fokot mérhetünk. A horvátországi Eszéken és a romániai Temesváron azonban 24 fokos maximumokra lehet számítani. Összességében regionális szempontból is marad a felmelegedés az elkövetkező napokban is.